Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a gondolatai, mik a tervei. Itt van egy kulcs. Az jelenti azt, hogy ő most magabiztos. Ezzel a kulccsal ezt az ajtót le lehet zárni, vagy ki lehet nyitni. Ő most fontos döntéseket hoz. Valamit lezár az életében, de abban a pillanatban, ahol ez az ajtó becsukódott, kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség számotokra. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Az mutatja a bátorságot, az erőt, a lelkesedést és a testi kapcsolatot is. De ki ez a királynő? Itt a harmadik képen láthatjuk, hogy keresi a kapcsolatot hozzátok. Szeretne veletek találkozni, beszélgetni, és a hetes számnak is van itt egy jelentősége, mégpedig az a hold energiáját szimbolizálja a reményeket, az álmokat, a vágyakat. Ő vágyakozik rátok, szeretne veletek találkozni. Ennél az első találkozásnál beszélgetésekről van szó, de ahogy ő érzi, itt lesz egy testi kapcsolat is. És a napi kártya a csokis kártyacsomagból azt jelenti Gewohnheit, ez szokásokra utal, vagy valamit megtart a múltból, mert ő ezt megszokta, vagy itt lesz egy rendszeres találkozás. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, ti választhattok. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!